Bár a teszfutásnak már több mint 10 éves hagyománya van Székesfehérváron, a pandémiás időszakban ezt az eseményt sem lehetett úgy megrendezni, ahogy korábban megszoktuk. A Rákóczi út és Várkör út találkozásánál készülődő futóknak éppen ezért az is élmény volt, hogy újra együtt lehettek, és így voltak ezzel a szervezők is. Tényleg nagyon jó, hogy itt lehetünk ismét, hisz 2 éven keresztül nem tudtuk úgy megrendezni, hogy szerettük volna, nyilván ez a pandémiának köszönhető. Az eredeti tervünk az volt, hogy mi egy hiánypótló rendezvényt csinálunk, hogy akik nem versenyszerűen és nem egyik napról, vagy egyik hétről a másik hétre, egyik versenyről a másikra utaznak, és szokásos félmaraton, 10 kilométer vagy maratonon méretik meg magukat, hanem egyáltalán a futás öröméért azért, hogy együtt legyenek, jönnek el, hogy nekik csináljunk egy olyan eseményt, ami összehozza őket. Nagyváros életéhez hozzátartoznak az utcai futóversenyek, ugyanúgy, mint sok más minden, ami szerencsére megtalálható ebben a városban, és ennek nagyon-nagyon szép hagyománya van már a teszfutásnak, hiszen itt nyilván a sportot, az egészséges életmódot és hát nyilván a környezetvédelmet is egyszerre tudjuk megmutatni és annak a jelentőségét bizonyítani, és hát bizonyítják azok a futók, akik évről évre ellátogatnak a teszfutásra. A környezetvédelem és egészséges életmód jegyében létrehozott teszfutás egyik sajátossága, hogy egyéniben vagy váltóban sokszor egész családok futják le a távokat. A szép hő vezetője például szinte komplett válogatottat állíthat ki futóbarát familiájából. Visszatérő futók vagyunk már a teszfutáson, ez egy valóban egy családi program számunkra. Mindig változó, hogy hány családtagom jön el, de számukra is egy kihívás, hogy teljesítsék akár a 4,8, akár a 11 kilométeres távot. Hát most 5-tel jöttünk, ebből 3-an fogunk versenyszerűen futni, és 2-en majd becsatlakoznak még a Deponia futásba. Az 1600 méteres körből az egyéni futók 3-at vagy 7-et teljesítettek, közben pedig 3 fős váltóban is volt lehetőség lefutni a hosszabb távot. Bár délután 5-kor volt a rajt, a pünkösdi hőséggel meg kellett küzdeniük a futóknak, akik között szép számmal találtunk gyakorlott profikat is. A lényeg persze nem az eredmény volt, de akár egy jó idő eredmény, akár a gyerekekkel közös élmény is adhatott örömöt azoknak, akik átfutottak a nemzeti emlékhellyel szemben felállított célkapun. Dobogó volt a cél mindenképpen, de egy jó tempót szerettem volna megmenni a magamhoz képest, egy tűrhetőt ebben a meleg időben. Lényegében úgy tartottam a tervet. Nehéz volt, nagyon meleg volt, de a végét sikerült, még maradt bennem valamennyi, hogy gyors sprinteljek, hajrázzak. Évek óta járunk erre a versenyre a picikkel, szerintem ők voltak a legkisebbek, akik átfutottak ezen a célon. Igazából ő már 4 éve fut, ő is már pici baba kora óta, 2 hónapos volt szerintem, amikor először lefutotta ezt a versenyt. Hosszú kihagyás után kezdtem el újból készülni erre a versenyre, és egy 1,5 hónapja, sajnos ez rövid volt a felkészülés, de nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült a futás. A teszfutás zárószáma hagyományosan a Deponia futás, amire több mint 1000-en neveztek, és aminek az egykörös távja inkább szimbolikus jelentőségű. Egyre többen vesznek részt, és azt gondolom, hogy ez önmagában is örömteli. Mi a környezetvédelmet igyekszünk ezen a versenyen is képviselni, ahogy a napi munkánk során is a környezetvédelmet képviseljük, és azt az üzenetet szeretnénk mindenkinek átadni, hogy vigyázzunk a környezetünkre, a hulladékot minél kevesebb mennyiségben állítsuk elő, és minél nagyobb mértékben gyűjtsünk szelektíven, ha már van hulladékunk. A Rákóczi úton és Várkör úton hömpögő futótömeg bizonyította, hogy a sporton keresztül felhívni a figyelmet a környezettudatos életmódra remek ötlet volt, így alig ha kérdéses, a teszfutást jövőre is megrendezik Székesfehérváron.